Jó estét kívánok! Azt gondolom, hogy így az ember 7 óra után egy picivel már hazaérve a munkából és az egész napi rohanást letéve sokszor keresi azt, hogy hogyan tudna felüdülni, hogyan tudna valahogy egy kis csöndet találni magában és békét. Ha pedig a vallásról beszélünk, akkor ez egy nagyon jó módszer arra, hogy az ember megélhesse azt, aki ő maga, és egy kicsit el tudjon csendesedni. Viszont vannak olyan alkalmak, amikor ennél jóval komolyabb lehetőség kínálkozik, és egy ilyen alkalom érkezik el hamarosan szombaton, amikor is 12 órás dicsőítést szervez méghozzá a felekezetközi közösség. És ebből az alkalomból érkezett hozzánk három úriember, Bodza Pál, a 12 órás dicsőítés szervezője, a felekezetközi közösség tagja, az Új Sáron dicsőítő csapat vezetője, akit üdvözlök, Csiszer László keresztény dalszerző, a Csiszer László zenekar vezetője, akit szintén üdvözlök, és Juhász Tamás, a pünkösdi gyülekezet tagja és a felekezetközi közösség tagja. Örülök, hogy eljöttek, hiszen megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk a beszélgetés során. Már csak azért is, mert hogyha jól gondolom, akkor bár azt mondom, hogy 12 órás dicsőítés, nagyon komolyan hangzik ez a titulus név magának, ennek az imádságnak a neve, de azért ez mégiscsak valahol a barátságról, a szeretetről szól, javítsatok ki, hogyha tévedek. Mi az, hogy 12 órás dicsőítés? Mit jelent maga ez az alkalom? Hát maga a dicsőítés szó az ugye imádság, ez imádságnak egy formája. Viszont itt szerepet kap maga az ének hang is nagyon sokat, illetve a hangszerek, és olyan hangszerek, amelyek általában jobban koncerteken szoktak megjelenni, tehát gitár, dob, basszusgitár, szintetizátor, stb. És ezek a hangszerek kísérik ezeket az énekeket, ezeket az imádságokat, amelyeket igazából éneklünk. És ez most 12 órán keresztül folyamatos lesz, de nem egy zenekar fogja mindezt a 12 órát végig dicsőíteni, hanem egészen pontosan 7 részre van osztva, és 7 zenekar lesz majd. 12 óra az egy nagyon hosszú időintervallum, ráadásul, hogyha jól tudom, akkor ökumenikus lesz maga ez a dicsőítés. Hogyan lehet arra ügyelni, hiszen itt azért ugye a felekezetközi közösségről, mint szervezőről beszélünk, szóval hogyan lehet odaügyelni arra, hogy mindenkinek megfelelő legyen egy rendezvény, hogy tényleg minden felekezethez eljusson, és hogyan lehet aktivizálni ezeket a felekezeteket, hogy na most itt egy közös alkalom van, ott vegyenek részt? Hála Istennek a keresztény közösségekben jelen van ez a dicsőítő forma. Nem biztos, hogy minden templomban egyértelműen hasonlóan történik a dicsőítés, de mindegyik felekezetnél jelen van maga ez a forma, és ismerik, úgymond, aki pedig nem, az pedig most fogja megismerni. Igen, pont ezt akartam mondani, gondolom, hogy sokan vannak, akik már tudják, hogy miről van szó, tudják nagyjából, hogy mire vállalkoznak, amikor úgy döntenek, hogy szombaton elmennek. Nem sokára majd arról is beszélünk, hogy hova. De hogy azért vannak olyan hívők, akik talán most csöppennek először bele egy ilyenbe, úgyhogy egy picit tényleg plasztikusan mondjuk el nekik, mi történik, hogyan zajlik egy ilyen 12 órás alkalom. Hát elsősorban ugye az egésznek a lényege az, hogy szeretjük Istent. Szeretjük Istent, mert az életünknek egy pontján Isten tapasztalható módon belépett az életünkbe. Megtapasztaltuk azt, hogy ő átölelt minket egy olyan szeretettel, amit sehol nem tapasztaltunk meg még az életben. Megtapasztaltuk azt is, hogy igen, vannak a bűneinknek a súlyai, de mit tudunk ezzel kezdeni? A világban sehol nem találunk erre megoldást, egyedül Jézus Krisztusban. És pont ez a gyönyörűsége ennek a felekezetközi alkalomnak, hogy itt az alap számunkra Jézus Krisztus és az ő megváltó és szabadító műve. Na, és a dicsőítésben megvalljuk ezt, kijelentjük, akár saját szavainkkal, ugye, mert nem csak végénekeljük az egész alkalmat, hanem igen, elénekeljük azt a dalt, amit valaki megírt, vagy mi írtunk, vagy a Pali írt, ugye? De ezután, a dal után én nagyon szeretem azt, hogy saját szavaimmal, ahogy most éppen itt ebben a jelenlegi helyzetben
ahogy érint engem Istennek ez az igazsága, ahogy betölti az én szívemet ezzel az örömmel, erről tudjak beszélni, ezt ki tudjam mondani Istennek, ugye, mert a dicsőítésben a középpont az maga Isten. Nem én vagyok, nem a zenekar, nem a csodálatos tehetségek, ugye, hanem a középpontban Isten van. És a másik dolog a dicsőítésben pedig az, hogy ezt azért történik, mert szeretnénk azt, hogy az az igazság, amit Jézus Krisztus elhozott, az győzelemre jusson minden embernek a szívében, mert tulajdonképpen erre vágyunk. Akár megfogalmazza ezt valaki, vagy akár nem, ott a szívem mélyén arra vágyakozik, hogy megkapja ezt az érintést. És itt ebben a 12 órán keresztül különböző igazságait énekeljük, imádkozzuk ki Istennek, és hát engedjük, hogy ugyanakkor Isten is közel jöjjön hozzánk. És előtte nem kell álarcot hordanunk. Előtte nem kell másnak látszanunk, mint akik vagyunk, mert Isten pont ott akar megérinteni minket, ahol itt ebben a jelenlegi életszakaszomban nagy szükségem van rá. És tulajdonképpen ezt énekben, imádságban, sokszor csendben, testünkkel is kifejezzük, hogy leborulunk előtte, vagy kitárjuk a kezünket, vagy tapsolunk, netán-tán táncolunk, ugye? Mert hát az öröm hír forrása ott van velünk. Úgyhogy ezt a 12 órán keresztül is szeretnénk váltakozva jelen lenni, énekelni, zenélni, csendben lenni, szentírást olvasni, és ez zajlik tulajdonképpen 12 órán keresztül. Van egyébként speciálisan olyan konkrét üzenet, vagy üzenetcsokor, amit át szeretnétek adni? Mert nyilván most részben válaszoltál erre a kérdésemre, de hogy akkor, amikor az ember leül és megtervez egy ilyen napot, amikor 12 órán keresztül azért tényleg, ahogy mondtad is, énekelni kell, egy picit megélni azt, hogy az ember közel kerül Istenhez, közösségben van. Van-e olyan üzenet, amit emellé azért mindenképpen szeretnétek belecsempészni? Amit éreznie kellene a közönségnek? Mindenféleképpen van, hiszen a dicsőítésre úgy készülünk, ahogy Jézus is mondja, hogy menj be a belső szobádba, zárd be az ajtót, és ott négy szem közt az Istennel, és Pali is, mint a dicsőítésnek az egyik vezetője, vagy a másik testvére, vagy a harmadik, és én magam is, ott születik meg az az üzenet, amikor bemegyek a belső szobámba, és egyszerűen együtt vagyok Istennel. Hogy Uram, te mit akarsz itt ezeken az imádságokon keresztül elmondani? Például ma is, és ezt szombaton is el fogom mondani, ugye, hogy megérintett ma, ahogy olvastam a János 15-ből, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti pedig a szőlővessző. Nálam nélkül semmit sem tehettek, és nagyon megragadott ez, hogy ez az egység. Ahogy Jézus és én egybe forrok, és onnan fog gyümölcsöt hozni az én életem, ezt például el fogom szombaton mondani. Valamikor egy ilyen durván 6 perccel ezelőtt a kis mondandómat azzal kezdtem, hogy nem könnyű az embernek megtalálni a csendességet, az elcsendesedést, és itt ül velünk Juhász Tamás, aki azért most már 15 éve, jól tudom, megtért. Ez viszont azt is feltételezi, hogy ezt a folyamatot is átélted, Tamás. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy az ember keresi önmagát, keresi ezt a kis üzenetet, amiről itt beszéltek, akkor mennyire könnyű ezt megtalálni, mennyire félelmetes mondjuk az embernek találkozni magával? Mindenképpen egy felszabadító érzés. Ettől nem kell félni, és a Laci mindent elmondott igazándiból, és elsősorban a keresztényeknek mondta ezt a üzenetet, én viszont szeretném, aki útkereső és még nem döntött Isten mellett, és ilyen helyzetben voltam 15 éve ezelőtt, amikor kerestem azokat a pontokat, amit az életemben meg tudok fogni, és igazán egy tartós dolgot tud adni azokra a kihívásokra, ami előtt álltam, és így bátorítok mindenkit igazándiból, ez a 12 órás dicsőítés, hogy szól nem csak a keresztényeknek, és elsősorban nem a keresztények csinálnak egy, úgy mondom, egy saját maguknak egy rendezvényt, hanem a városnak, a világnak igazándiból szeretnénk bemutatni elsősorban Jézus Krisztust, az ő megváltó kegyelmét, és ezeken a zenés alkalmakon az Istennek a tárháza az végtelen, tehát egy dalszövegen keresztül, egy sugallaton keresztül meg tudja érinteni az emberi lelkeket, hogy velem is történt gyakorlatilag, és tud formálni bennünket, és erre biztatok mindenkit, hogy aki ezt a műsort nézi, illetve értesül róla, hogy bátor jöjjön, tehát semmiféle
meglepetés nem fogja érni az ebbe a dologban, hanem az ő életére fog biztosan választ kapni. Tehát ez 100%-osan biztos. Én csak a személyes tapasztalataimra, na meg hát persze az általam hallottakra tudok támaszkodni, de nagyon sokan azt mondják, hogy amikor életükben először egy komolyabb áhítaton, imádságon, akár dicsőítésen részt vesznek, és tényleg egy picit van idejük arra, hogy leüljenek a fenekükre. Na most gondolkodjanak saját magukon is, Istenen, akkor azért általában mindig a múlt néhány ilyen rossz árnya az, ami először jön, és az bizony fáj, tehát azzal találkozni kell. Ezt tudja felejtetni, felettetni egy ilyen alkalom? Természetesen. Tehát az Istennek az az első dolga, hogy megbocsátja a bűneinket. Természetesen meg kell vallani azokat a dolgokat, tehát nem mehetünk Isten elé a takarva. Ő mindent tud, tehát fölösleges ez a dolog. El kell jutni el a pontig, nyilvánvaló. De odáig nem könnyű. Nem könnyű, természetesen, de ekkor jön a megváltás gyakorlatilag, amikor Isten gyakorlatilag megbocsátja a mi bűneinket, és gyakorlatilag egy új szintre, egy más szintre fog emelni bennünket. Én azt gondolom, hogy egy szavas választ fogok kapni Tamástól, de tőled, de megérte? Természetesen, tehát nem ülnék itt. Jó, egy picit beszéljünk azért még magáról a 12 órás dicsőítésről, hiszen magáról a tartalmáról nagyon sokat beszéltünk, de technikai információkat nem sokat árultunk el. Hova kell menni, kell-e jelentkezni, és egyáltalán hány órakor, vagy meddig tart majd a esemény, és mikor kezdődik? Igen, szombaton, most szombaton 20-án reggel 8 órától este 8 óráig fog tartani, így lesz ugye már 12 óra, és ahova várunk mindenkit nagy szeretettel, Kecskeméten Klapka utca 9-11, valószínűleg régen ez a Gabona székházként volt ismert, és ott az első emeleten a pünkösdi gyülekezeti matermét kaptuk ezt meg, amit köszönünk, és ott lesz helyszínileg. Van-e létszámkorlát, vagy kell-e sietnünk, befér-e mindenki, ha tényleg nagyon sokan jelentkeznek? Ha ilyen probléma lesz, akkor meg fogjuk oldani, de szerintem nem kell előre jelezni, nem kell regisztrálni. Annyit kérünk csak, hogy mivel a vírus helyzet miatt, aki betegnek érzi magát, azt megkérjük, hogy esetleg maradjon otthon. Tervezzük azt, hogy online fogjuk közvetíteni a felekezetközi közösségnek a Facebook oldalán. Ha azt meg lehet találni, és akkor ott lehet követni az eseményeket. Hát Bodza Pál Tamásnak, Csiszér Lászlónak és Juhász Tamásnak köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Annyit tudok mondani, hogy ha Isten velünk, akkor ki ellenünk. Nagyon-nagyon-nagyon sok lelket kívánok, aki ott közösen dicsőíti majd Istent, és akkor még egyszer szombaton 8 órától, ha jól tudom. Így van. Köszönjük nagyon szépen. Köszönjük szépen.